Két éve, amikor jelentkeztem a programra, akkor ugye egy kiválasztáson mentek át az ösztöndíjasok, ahol el kellett mondani, hogy eddig mivel foglalkoztunk, milyen kompetenciáink vannak, és én már a Ungváron is az egyetemi éveim alatt közösségi életet folytattam, és próbáltam az ottani magyar diákoknak segíteni a programszervezésben. Benne voltam a Kárpátaljai Magyar Diák és Fiatalkutatók Szövetségében, nagyon sok mindent szerveztünk, és úgy gondolom, hogy sokat segítettünk az ottani diákok, magyar diákoknak az egyetemi évei alatt, és amikor elmentem a kiválasztásra, akkor ott pedig a fogadó szervezetek egy ilyen szemét kértek, aki kifejezetten fiatalokkal foglalkozik. Úgyhogy én Léván most már második éve főleg ifjúsági munkával foglalkozom, a Ceglédi Péter Református Gimnázium a fogadó szervezetem, ott mint szervezőpedagógus vagyok jelen az iskolában heti 5 napot, úgyhogy rendezvények szervezése, műsorok előkészítése a fő feladatom, és az egész városban pedig mint ifjúsági szervező elindítottunk egy ifjúsági társulást, 2 év alatt sikerült ezt összehozni, sok fiatal van most már, az ottanihoz képest sok, ugye Léván 7% a magyarság, akik segítenek, akik készek segíteni, saját szabadidejüket rááldozzák, és együtt visszük ezt már tovább. Nagyon sok programot szerveztünk, már eljutottunk oda, hogy 2 év alatt, hogy az első ifjúsági programon voltunk 5-en, és az utolsó, ami egy bál volt májusban, ott már 70 ember, 70 magyar fiatal szórakozott együtt, úgyhogy én ezt egy nagy eredménynek tudom be, és annak, hogy van értelme és értéke a munkámnak, vagy munkánknak. Hát, hogyha itt Kárpátalját, Ungvárt veszem, akkor nekem itt egy picit úgy gondolom, hogy könnyebb volt, mert itt volt az egyetem, amely az ifjúságot egy kicsit összefogta, attól függetlenül, hogy milyen szakokon tanultak, a magyarok összetartottak, ott pedig a fiatalok többnyire gimnázium után elmennek a városba, sőt már gimnázium előtt is, mert a magyar gimnáziumban most 40 fő van, és abból 10 a városból, és a többiek pedig bejárnak különböző falvakból, úgyhogy az ifjúság az nagyon hiányzik onnan. Ott arra kellett inkább építeni, hogy hétvégére szervezzük a programokat, amikor az egyetemisták haza tudnak utazni, és több korosztály tud együtt szórakozni, úgyhogy picit ezzel talán nehezebb, hogy nincsenek helyben, hanem utazniuk kell ezeket a programokért. Nagyon hálásak tudnak lenni a szülők egyébként Léván vagy a környékben, hogy vannak most már olyan magyar programok a városban, ahova elengedhetik a gyerekeket, a fiatalokat jól érzik magukat, tudják, hogy jó helyen vannak, tényleg kulturális műsorokat szervezünk, kvízesteket, sütni, főzni tanulunk, úgyhogy nagyon szeretik a szülők is, és a fiatalok is. Ilyen 15 éves korosztályt, igazából 35-ig bárki utána is, aki fiatalnak érzi magát, bárki jöhet hozzánk.